Engem az zavar az ön e területű munkásságában, illetve az idegesít, hogy én úgy gondolom, hogy egy normális országban ezek az ön és munkatársai által megállapított tények, politikai programok alapkövei kellene, hogy legyenek. Ehelyett mindenhol százalékokat olvasunk, pénzügyi adatokat, itt emelünk, onnan elveszünk adókérdést, de a lényegről nincs szó. Önt ez nem bántja? Hát feltétlenül bánt, mert abban bízom én is, hogy ezt fel lehet használni, és hogy erre van példa. Nekem a kedvenc példám, mint nagyon szorosan együttműködünk a Karolinska Egyetemmel, és Svédország akkora, mint Magyarország, és még olaja sincs. A svéd népegészségügyi program első pontja a társadalmi tőke erősítése. Tehát ez népegészségügyi program. Hát ez, és ez politikai program. És a következő programok is ilyenek, hogy a munkahelyi stressznek a megelőzése. Tehát ez végül is ők, és ez fölismerték, és egyébként más országokban is már nagyon sok helyen fölismerték, hogy az, hogyha az emberek között a bizalom erősödik, az valóban tőke, tehát ez egy óriási erőforrás. Amikor tőke szegény egy ország, akkor ez volna az az erőforrás, amit elő tudnánk venni, amit meg lehetne erősíteni. És pontosan emiatt, mert a magyar társadalomban van erre nagyon nagy igény, Emiatt lehetne erre építeni. Viszont meggyőződésem, hogy ami miatt ma mi ennyire rossz helyzetben vagyunk a szomszédainkhoz képest, ez 1956-tól ered, mert hogy akkor mi egy világra szóló példát mutattunk abban, hogy az egész társadalom összefogott. Ez egy, én hát első gimnazista voltam, de emlékszem arra az egészen csodálatos összetartozás élményre, amit akkor átéltek, és még nagyon sokan a pártagok közül is meggyőződésem szerint. És utána rájött a hatalom, hogy semmi sem ennyire veszélyes számára. És tudatosan a fogyasztói ideológiát súlykolták. Én emlékszem rá, hogy a kicsi vagy kocsi volt a jelszó. Tehát, hogy inkább kocsit vegyünk, mint a kicsit válasszuk. És ezt a fajta fogyasztói értékrendet sikerült úgy elfogadtatni a társadalommal, meg azt, hogy mi egy bűnös nemzet vagyunk, hogy mi vagyunk azok, akik ellenforradalmat csináltunk, és az emberek tudat alattiába szorították mindazt a csodálatos dolgot, amit akkor átéltünk. Hogy az emberek elhiszik azt, hogy ez a magyar társadalom, ez ebben nem lehet bízni, ebben nincsenek igazi erőforrások, és ez a legnagyobb veszély, tehát mondjuk én pszichoterápiával is foglalkozom, ha valaki nem bízik önmagában, nincsen erős önképe, akkor az a legsúlyosabb kóros állapothoz vezet, és most ezt látjuk ennek az nyomán. Ezek az élmények, vagy tapasztalatok tudat alatt át tudnak adódni két generáció között, mert közben meg azt tapasztaljuk, hogy ha kimegyünk az utcára és megkérdezünk 10 embert, héten nem fogja tudni, hogy mi történt 56-ban. Hát nem is, hát a magyar társadalom legnagyobb tragédiája a titkok. Mert hogy én most indítottam egy sorozatot Elhallgatott történelmünk címmel. Hát csak mert, az hogy, van. Mert mind teljesen, igen, tehát a Téglási Ferenc filmje a Soha sehol senkinek csodálatosan mutatja ezt be, a saját családja története, hogy kitelepítették őket, mindenüket elveszítették, és az első szó, amit a szülők mondanak, hogy erről soha sehol senkinek nem beszélhetsz, és tényleg megdöbbenve tapasztalom, hogy most, mikor ennek kapcsán beszélgetek emberekkel, a saját édesapjuk sorsáról nem tudnak. Nem tudják, hogy az édesapjuk recsken volt. Tehát olyan mélyen sikerült ezeket a rettenetes jogsértéseket elhallgatni és elhallgattatni, az emberek nem mernek beszélni róla. Annyira, egyébként ez nagyon érdekes. Ezekből a beülhordozott terhekből következhet az, pontosan, hogy ilyen hihetetlen magas a depressziós aránya, nem? Pontosan, egészen biztos. Tehát ha ezt nem sikerül fölüldanunk, nem sikerül egy olyan egészséges nemzettudatot, közösségtudatot kialakítanunk, amelyik nem csak egy, szerintem ez egy ilyen titkolt büszkeség, amiről az emberek beszélnek a 10-ből 9, mert azért mégis ez fontos számunkra, de ténylegesen viszont úgy éljük meg, hogy ez a társadalom, ebben nincsen összetartó erő, hát sehol a világon se erről, hát sokat beszélünk most már, de azért mindig megdöbbenek ezen, hogy mindenhol kiteszik a nemzeti zászlót, a nemzeti jelképeket mindenhol fontosnak tartják. És itt nyilván nem a kirekesztő nacionalizmusról van szó, mert ez egy borzasztó dolog, amit a szomszéd országokban tapasztalhatunk, hanem a befogadó, az a fajta nacionalizmus, ami nemzeti érzés, amelyik egyébként a legnagyobb magyar politikus generációra a nemzeti liberalizmus volt jellemző, tehát Kossuth, Széchenyi, Eötvös, Deák mind azt mondták, hogy akinek fontosak a közös értékek, a közös történelem, a közös jelképek, azok mind beletartoznak a nemzetbe, de hát pont ezt próbálták bennünk majdhogy nem büntetni, bűnös állapotnak. Némiképp a magyar nép védelmében hadd jegyezzem meg, hogy ez például ez a nemzeti lobogó kitétele vagy nem kitétele kérdés, és mindaz, amihez kapcsolódik, az Magyarországon
van olyan politikai és társadalmi irányzat, amely sok egyéb mással, a devianciák erőszakos terjesztésével és többek között ennek a kérdésnek a kockára tételével is, az ilyen értékek ellen hat és ellen dolgozik egészen a rendszerváltozás óta. Hát ezt nem volna szabad hagynunk. Tehát ezt nem volna szabad hagynunk, ha 10 ember közül 9 azt mondja, hogy büszke arra, hogy magyar, akkor hogy hagyhatjuk azt, hogy az nem természetes, hogy kitesszük, és most mindenki tegye ki a lobogót. Hát valóban nem szabad ezt mondjuk egyetlen politikai irányzathoz kötni, de hát természetesen aki viszont, akinek nem fontos a nemzeti történelem, a nemzeti jelképek, a közös kultúra, a közös értékek, az magát zárja ki. Tehát nem, senkit se lehet kizárni a nemzetközösségéből, de az természetesen kizárja saját magát, akinek viszont ez mindez nem fontos, akinek ennek az értékét nem ismeri föl. És egy ilyen szemléletre egy nagyon komoly gyógyulási folyamatra volna szükség. Én azt mondanám, hogy egy országos kognitív viselkedés terápiára, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. El lehet-e kezdeni egyet elszigetelten, hiszen azért, ha tisztán látjuk a dolgokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a devianciák terjedése, divattá tétele az nem magyar, hanem európai, vagy inkább nyugati jelenség. Így van, tehát a fogyasztói, hogy világjelenség. Így van, tehát a fogyasztói ideológia az sajnos a modern korban egy rettenetes és nagyon-nagyon veszélyes olyan fajta szemlélet, amelyik pont a közösség értékét próbálja tagadni. És ezt emögött nagyon komoly értékek, vagy érdekek állnak, mert hiszen, és nem gonosz érdekek önmagukban, hiszen a legjobb fogyasztó, a magányosan szorongó, kiszolgáltatott, manipulálható ember. Most sikerült a magyar társadalomnak egy jelentős hányadát ilyenné alakítani ezzel a fogyasztói ideológiának a bránk öntésével és kényszerítésével és a belső értékeknek a tagadásával. Ez valóban végül is úgy lehet jól eladni a mindenféle gagyi dolgot, hogyha az emberek elhiszik, hogy attól lesznek boldogok, hogyha megveszik, vagy akár attól lesznek boldogok, hogyha jobb kocsira cserélik a meguntat, jobb nőre cserélik a meguntat, aki már igazán öregecskedik, tehát végeredményben ez a fajta fogyasztói szemléletet nagyon sokan még maguk be is vallják, nem is szégyelik. Ez a fogyasztói szemlélet lényege, hogy nincsenek valódi személyes értékek, hanem mindig a jobb fogyasztás, több fogyasztás a cél. A fogyasztói lét propagálásának hatalmas hadigépezete van, mindenre kiterjedő hadigépezete, irtózatos pénzekkel a háta mögött, hatalmas hardware és emberállománnyal. Mit lehet ez ellen tenni? Egyáltalán lehet-e? Hát emögött valóban óriási anyagi erők állnak, és mindig azt mondom, hogy ez nem gonosz anyagi erő, tehát az, hogy egy autógyár el akarja adni a termékeit, ő mindent megtesz, és sajnos a pszichológia prostituálódása, hogy beáll ebbe és a reklámjával ezt nagyon hatékonyan tudja képviselni. Hát ami szembe tud szállni, és azért a világban ez az, ami a legkomolyabb erő, a civil szervezetek és az egyházak. Tehát azért mindenképp tudomásul kell venni, hogy a civil szervezetek egyébként a társadalmi tőke legfontosabb letéteményesei. És Magyarországon egyébként ennek nagyon nagy háttere lenne. Ez is mutatja, hogy mennyire erősen él az emberekben erre az igény, hogy 90 után 10-szer több civil szervezet alakult nálunk, mint bármelyik szomszédunknál. Csak ezek szépen lassan elhalnak, mert hogy igazából nagyon nehéz fenntartani ezt a civil társadalmat, hogyha semmi sem támogatja. És azért nem lehet azt mondani, jó, benne van a magyar individualizmus, hogy mi mindenki megpróbál valamit szervezni, és sajnos lehetőleg egymás ellen, ha egyik ugyanazon az oldalon szerveződik valami, rögtön szerveződik egy másik ezzel szemben, és ez nagy tragédiánk. Tehát egyébként ez az individualizmus nagy veszélye. De azért az individualizmusnak megvan az a nagy előnye, hogy ugyanakkor önkéntesen szerveződő, önálló emberek közül mindenkinek van valami saját elképzelése, és demokratikus módon egy ilyen társadalmat, hát mint látjuk Hollandiában, vagy akár azért az Egyesült Államokban is, ez egy nagyon nagy erőforrás lehet. Tehát a civil társadalom, ami azért most, ahogy mondtam a példát, a társadalombiztosítás, magánosítás, megalkodajázása esetében óriási erőforrást jelent. És hát az, tehát akárhogy pont nem véletlen, hogy a fogyasztói társadalom próbálja az egyházakat, a vallást
lekicsinyelni, lehetőleg azt képviselni, hogy mindannyian egy szál emberként jövünk bele a világba, és megyünk el innen, és az alatt kell minél többet fölhalmoznunk, mert hogy ezek jelentik a közös értékeknek az egyik legfontosabb letéteményesét a társadalomban. Miért halnak meg a középkorú magyar férfiak ilyen megdöbbentő arányban? Ez az új morbus hungaricus, magyar betegség? Hát igen, szóval ezt vizsgálom, tulajdonképpen ezt kezdtük el vizsgálni nagyon régóta, hogy mi lehet a magyarázata annak, hogy a ma Magyarországon annak valószínűsége, hogy egy férfi megéli 65. évét, csak 64%. És ez érettségi alatti végzettségeknél 40 vagy 50% alatt van. Tehát minden második férfi meghal 65 éves kor előtt. Ez ma abszurd, tehát mondjuk, hol megint Svédországot hozom fel példának, hogy ott 82%, tehát 10 férfi közül több mint 8 megéli a 65. évét. És ez nem volt mindig így, tehát nem arról van szó, hogy a magyar férfiak genetikailag sérülékenyebbek, hanem pontosan a forradalom leverése után és ebben az úgynevezett konszolidáció idejében, időszakában, amikor a fogyasztói értékrendet sikerült elfogadtatni, a férfiak számára az a fajta állandó verseny, hogy én nekem a legfontosabb az, hogy előbbre jussak, hogy kicsit többet keressek, hogy ne maradjak le mások mögött, ez főleg azoknál, akik eleve lemaradnak, akik ebben a versenyben nem tudnak igazán labdába rúgni, azok egy tartós stressz helyzetbe kerülnek. Egyébként ezt állatkísérletek is kimutatják, tehát ha összezárnak patkányokat, akkor sokkal hamarabb pusztul el az, amelyik egy megváltozott helyzetben lemaradó állapotba került. Tehát egy állandó negatív érzelmi állapot, az hát Seje János magyar származású, és ő írta le a tartós stressznek a hatását. Az ő laboratóriumában minden patkány belepusztult a tartós stressz állapotába. Nem a kihívás, nem a stressz a baj, hanem az, hogyha tartósan megoldhatatlannak érezzük a helyzetünket. Na most úgy néz ki, hogy a magyar társadalom értékrendjében, amelyik erősen maszkulin, tehát a férfiaktól elvárja azt, hogy a férfi nemi szerepeknek megfelelően ő neki kell ebben a dominancia sorrendben előbbre jutnia, ennek a sérüléseit, akár elgondolt sérüléseit is, tehát ha valaki úgy érzi, hogy ő nem abban a helyzetben van, ahol lehetne, ezt nagyon negatívan élik meg. A munkahelyi bizonytalansággal függ ez például össze. Hát most nem is tudom, hogy mi lesz a folytatás, mert a férfiaknál a számtalan, a számtalan idézőjelben mondom új érték között, amit magunkével kellett tennünk, mármint a magyar társadalomnak, az is ott van, hogy a fiatalság mindent felülír. Ha egy 40 éves kora fölött járó ember, aki egyébként alkotó ereje teljében van, elveszti a munkáját, alig-alig van esélye, hogy új munkahelyet találjon. Mert öregnek tartják. Uh-huh. Igen, hát ezt most írtunk az új könyvünkben egy fejezetet, a meghosszabbodott életévek forradalma címmel, mert miközben arról panaszkodik mindenki, hogy az időseket el kell tartani, a közben kidobják az idősebb, és most már lassan tényleg lecsúszik ez a korhatár bizonyos területeken egészen alacsony a 50 év körülre is, de hát az is abszurd, hogy valaki 65 éves korában mondjuk egy kitűnő sebész, akinek a kezében és az agyában olyan kincs van, amit senki nem tud pótolni, és egyszer csak kirúgják és kiteszik, mert hogy elérte ezt a korhatárt. Tehát a generációk közötti összetartozás élmény például egy egészen alapvető érték volna, amire nagyon oda kéne figyelnünk, vannak társadalmak. Hát egyébként a kelet, a távol-keletnek csodálatos tulajdonságai vannak, például ebben a Hofstede-féle vizsgálatból is kiderül, hogy náluk a hosszú távú tervezés, általában az időseknek a tisztelete és elfogadása, az egy nagyon-nagyon komoly érték. Az amerikai társadalomra egyébként ez jellemző, hogy kicserélni, amint lehet az embert egy másikra. Tehát ezeket talán ez az egyetlen szempont, vagy egy olyan szempont, amiben a krízis, mostani válság azért, ha tudnánk élni vele. Azért a válságok azok lehetnek pozitív hatásúak az ember személyiségfejlődésben is, hogy például fölismerjük az egymásra utaltságot, az egy nagyon-nagyon fontos érték lehetne. Egy szónoki kérdés következik, hogy vajon hány ajtót és ablakot kellene betörni ahhoz, hogy a magyar politikai osztály felfigyeljen arra, hogy hullanak a magyar középkorú férfiak, és tegyen ez ellen valamit. Mert nem tesz, sőt, szívcentrumokat zárnak be, az infarktus az egyik leggyakoribb halálozási ok. Hát egyáltalán semmit nem tesz. Számomra ez a vakság megmagyarázhatatlan. De hát az, hogy gyakorlatilag már nincs olyan pszichoterápiás ambulancia, ahol fizetős helyek vannak, de hogy ahol
ingyen lehetne, tehát mi indítottunk egy európai programot Szolnok térségében, Európai Szövetség a Depresszió ellen címen, a falvakban borzasztó sok embernek volna szüksége segítségre. És hát ott azért ott halnak meg leginkább a fiatal és középkorú férfiak, és válnak munkaképtelenné idő előtt, és semmiféle program nincsen. Tehát nálunk ilyen típusú megelőzési program, most indítunk egy újat megint európai segítséggel Miskolc térségében, de, és ennek a programoknak az alapja az, hogy a helyi erőforrásokat összefogni. Tehát nem is kellene nagyon sok pénz ebbe, csak valamennyit persze azért kellene, de igazából az kéne, hogy azok, akik ott dolgoznak, azok tudjanak egymásról, tudják azt, hogy kit, hol, milyen esetben, hogyan lehet segíteni. És hát Finnországban az a finn csoda volt, amikor ott ilyen rossz volt a középkorú férfi halálozás, akkor egyébként a nők elmentek, és a minisztérium előtt tüntettek, hogy mentsétek meg a férfiakat, és akkor egy nagy nemzeti programot indítottak, aminek a lényege az volt, hogy minden kis közösségben mindenkire oda kell figyelni, aki kezd lecsúszni, aki kezd kiesni, és valami módon segíteni neki. Említette, hogy a mostani válságnak, gazdasági válságnak akár lehetnek pozitív következményei is, lehetnek, de negatív következményei biztosan lesznek. Elképzelhető, hogy például egy olyan kutatás, amely majd el fog indulni, és a Magyar Lelkiállapot 2009 címet viseli majd, hogy új vonásokkal gazdagodunk ennek a válságnak a hatására, sajnos negatív vonásokra értem. Hát mind a kettőre, tehát én azért nagyon bízom benne, hogy ez körülbelül olyasmi lehet, mint egy súlyos beteg fölismeri, hogy más értékek vannak az életben. Tehát nagyon sokan, hogyha egy rákbetegséget vagy nagyon súlyos betegséget kapnak, akkor átértékelik az addigi életüket. Tehát például Magyarországon meg kellene hirdetnünk a harmadik királylányok, harmadik királyfiak programját, mert a franciáknak sikerült elérniük, ők nagyon rossz demográfiai helyzetben voltak, és azzal, hogy a harmadik gyerekeknek a megszületését nagyon komolyan támogatják, gyakorlatilag adómentessé válik, akinek három gyereke van. Ezzel ma egyébként plusz 4,6 náluk a népesség növekedés, míg nálunk mínusz 3,5. Tehát végeredményben egy ilyen helyzetben meg lehetne próbálni azt, hogy elfogad a társadalomban érzik, tehát engem most nagyon sok felé hívnak, túl sok felé is, mert érzik az emberek, hogy ott halnak meg mellettük a kollégáik, hogy mennyire szeretnének több gyereket, és mégsem születnek meg a kívánt gyerekek. Tehát ilyenfajta programok, én el tudom képzelni, hogy tudnák mozgósítani az embereket. Ha nem, akkor viszont hát egy ilyen válság az elképzelhetetlen agresszivitás hullámot indíthat el a szorongó, beszorított, negatív és egymással ellenséges, bizalomvesztett tömegekben, amit egyszer nincs olyan rendőrség, ami ezt ellensúlyozni tudja. Azt ugye nem állíthatjuk, hogy a jelenlegi magyar politika családbarát lenne, az ellenkezője az, hogy inkább családellenes, már inkább állítható. De hogyha lenne egy olyan politikai erő, amelyik győz és felkarolja ezt a problémát, a demográfiai helyzet kezelését, ami nem 4 éves ciklusra szól, mert az képtelenség. Mi lehet a kiút? Említette ezt a francia mintájú programot, de hát nyilván egy olyan komplex programcsomagot kellene összeállítani. És itt az a fontos kérdés, hogy egyáltalán esély van még arra, hogy ez megforduljon? Vagy ez már mind felesleges? Nem, hát ahogy a franciáknak sikerült, vagy a finneknek sikerült, tehát vannak jó példák a világban, ahol meg sikerült fordítani ilyen negatív trendeket, hát mi egy kicsit késve követjük a rossz nyugati példákat, csak mondjuk nagyon súlyos következményekkel és nagyon negatív eredménnyel eddig. De azért én szerintem pontosan erre lehet építeni, hogy a magyar társadalom az értékek szintjén, és ez tényleg így van, tehát ez megdöbbentő, ha átnézzük az értékfelméréseket, hogy sehol ekkora eltérés nincs az elvárt értékek és a valóság megélése között. Tehát a magyar társadalom nagyon szenved attól, hogy nem olyan a világ, amilyennek mi szeretnénk. Ez önmagában is okozhat lelki traumát. Ez egy nagyon súlyos lelki trauma. Ettől érezzük úgy, hogy be vagyunk szorítva. Ez a depresszió hátterében az egyik legfontosabb tényező. Hogy az emberek alapvetően nagyon frusztráltnak érzik magukat, nagyon sokan úgy érzik, hogy valamit változtatni kéne, de nem tudják hogyan, nem tudják, hogy mit lehet tenni. Na most meg kéne találni ezeket a közös célokat. Ami egyébként mindenkit, ez pártállástól függetlenül mindenki számára fontos, aki becsületesen akar hozzáállni, hogy megmenteni a középkorú férfiakat. És itt azért azt kell látni, hogy azért az alacsonyabb, hátrányos helyzetű rétegekben
sokkal magasabb, ez az idő előtti egészségromlás. Tehát azok, akik most leszázalékoltak, vagy nem foglalkoztatottak, ezek közül nagyon sokan annyira súlyos beteggé váltak, hogy már nagyon nehéz ezt visszafordítani, de fiatalabbaknál meg lehetne változtatni ezt a helyzetet. És azért mi a vizsgálatunkban nagyon izgalmas eredmények voltak, rákérdeztünk a nemzetetnikai hovatartozásra. És ez volt az első olyan követéses vizsgálat, ahol 2002-ben és 2006-ban újra fölkerestük ugyanazokat az embereket. A magyarországi cigányok 75%-a magyarnak és cigánynak vallja magát. Tehát csak 25%, aki nem tartja magát magyarnak, csak cigánynak, és ezeknek sokkal rosszabb az egészségi állapota, és sokkal rosszabbak a lelki mutatói is, és sokkal kevésbé foglalkoztatottak. Tehát látnunk kell, hogy a cigányságon belül is nagyon sokféle réteg van, és ezek az emberek nagyon szenvednek attól, hogyha nem kapnak munkát. Egyébként a cigány férfiak még konzervatívabbak olyan értelemben, hogy ha ők nem tudják a családot eltartani, akkor nagyon-nagyon rosszul érzik magukat, ezt rá is kérdeztünk, vizsgáltuk, hogy nagyon súlyosabb stressz helyzetként élik meg, mint mások, és hát attól aztán akkor elkezdenek inni, vagy hát olyan módon viselkednek, ami aztán nagyon súlyos problémákat vet föl. Ha minden ötödik magyar ember depressziós, ami irtózatosan magas arányszám, akkor egy lelki, egy mentális népegészségügyi program is nagy szükség lesz a fizikai népegészségügyi program mellett. Sajnos a vita egészen másról szól manapság. Vajon átlépnek-e ezek az információk, ahogy mondta, hogy sok helyre meghívják, és egyre inkább foglalkoztatja az embereket ez a kérdés. Lesz egy olyan kritikus pont, ahol már a politikának is fel kell karolnia, vagy látja ezt a pontot közeledni? Hát én úgy látom, hogy igen, és azért van néhány politikus, aki látja ennek a fontosságát, már csak a nyugati példákra hivatkozva is. Hát például Matolcsi György kezdettől bevette a gazdasági programjába ezeket a mi elgondolásainkat már 98 előtt, és most is beszélünk vele, hogy lehetne bevinni a gazdasági programba, hiszen ő fölismeri, hogy ezek közgazdasági kérdések. Tehát az ország a lelki egészség romlása az egy nagyon súlyos gazdasági probléma, vagy a társadalmi tőke hiánya. Tehát valóban egyébként az Európai Unió most el is várja, hogy a lelki egészséggel foglalkozom minden ország, ebben a nemzetközi bizottságokban is benne vagyok, és hát mondjuk ez egy kötelesség is, kötelezettség is, de hát nem azért, hanem a helyzet miatt nagyon fontos volna. Hát akkor bízunk abban, hogy egyszer majd a lényegről fog szólni a politika. Most nem arról szól. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.